Már csak pár krétacsík emlékezteti az arra járókat, arra a tragikus balesetre, ami vasárnap reggel történt Mosonmagyaróváron. Egy parkolóhelyre betolató autós elsodort egy útszélén közlekedő gyalogost. A rendelkezésre álló adatok szerint egy 46 éves helybéli férfi egy parkolóhelyre történő beállás során hátramenet közben személygépkocsijával elsodorta az útszélén közlekedő gyalogost, aki a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A vezetőről kiderült, hogy ittas állapotban volt. A környékben élőket megdöbbentette az eset. De szomorú, hogy ilyen dolgok történnek, de hát mióta kitalálták a közlekedést, azóta ilyen sajnos van. Sajnos van. Sajnálni kell, akivel megtörtént, meg sajnálni kell, aki ilyen helyzetbe is keveredik, de hát aki autót vezet, annak nagyon vigyázni kell. Hát meg voltam döbbenve, hogy egy tolatásnál, na most egy tolatásnál mennyivel tud menni valaki? 10-15-tel még annyival se épp, hogy gurusz, két autó közébe állni és hogy valaki. De azt elképzelhető, hogy rosszul eshetett, mert valaki elesik, meg tud halni úgyis. Az esettel kapcsolatban a rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy a tolatás különösen nagy figyelmet igényel, hiszen nem csak saját és a többi autóra kell figyelni, hanem általában a gyalogosokra is, akik könnyen holtérbe kerülhetnek. Ezért ezt a manővert végezzük lassan és körültekintően.